Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum 2015. július 1-én jött létre. 6 tagintézménye 11 telephelyen működik, Szolnok, Jászberény és Újszász városokban. A centrum a megye legnagyobb középfokú szakképzési intézményeként kínálja az érettségi végzettség megszerzését, 16 ágazatban több mint 40 szakmában biztosít továbbtanulási lehetőséget. Ebben a széles képzési palettában szinte minden fiatal, aki a műszaki pálya iránt érdeklődik, megtalálja a számára leginkább megfelelő szakirányt, illetve szakmát. Az iskola magas szintű szakmai színvonalát, a szilárd alapokon nyugvó, emberi értékeket továbbadni képes tantestülete és a munkájukat segítő, jól felszerelt laboratóriumok, tanműhelyek biztosítják. Olyan széleskörű szakmai kapcsolatrendszerrel rendelkezik, amelyet magasan jegyeznek a műszaki életben. A képzés minőségének javítása érdekében arra törekszik, hogy egyre több tanuló számára biztosítsa tanulószerződés keretében a valós munkahelyi környezet megismerését. A generációk iskolája. Találóan így is definiálják a gépiparit, mely az 1927-es tanévvel kezdte meg működését a megyeszékhelyen. Az egykori fa- és fémipari szakiskola hagyományait ápolva máig meghatározója a térség oktatási palettájának. A Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum Jedrasik György Gépipari Szakgimnáziuma a 2018-19-es tanévben is várja leendő elsőseit. A következő tanévben 4 osztály indítását tervezzük, 3 ágazatban, ez az informatika, közlekedés és a gépészet ágazatok. Az informatika ágazatot tartozó osztályunk a CAD/CAM informatikus kimenettel tervezzük, így gyakorlatilag számítógépes tervezés és számítógépes gyártás tervezés az, amit elsajátíthatnak a diákok, és CAD/CAM informatikusként távozhatnak, hogyha megcsinálják a technikusi végzettséget iskolában. Mai órán akkor ezt a alkatrészt fogjuk elkészíteni, illetve ennek az alkatrésznek a 3D-s modelljét a programban. Mindenkinek adtam egy példányt, és akkor először mindenképpen ugye úgy történik a modellezés, hogy szemléljük a munkadarabot, és megpróbáljuk először ugye a tanultak alapján felépíteni. Tehát azt jelenti, hogy először hát mindenképpen az alap vázatot kell elkészíteni. Ugye ezt mindenki látja a rajzon, hogy ez az alap vázlat, ez 18 mm magasságba lesz majd kihúzva. Előállításához először szükséges megadni a befoglaló méretet, ugye, hogy mekkora a magassága meg a szélessége az alkatrésznek. Utána ugye a különböző vastagságokat kell megadni rajta, és végül a furatokat. Tizedikben műszaki ábrázolást tanulnak, ez még általában kézzel történő kézi rajzolást jelent, majd 11-ben ismerkednek meg a CAD szoftverekkel, ott ugye 2D-s műhelyrajzokat készítenek a műszaki ábrázolás szabályi szerint, és 12-ben pedig már a 3D-s modellezést tanulják, ez mind a 3 évfolyamnál heti 2 órában történik. Az informatikai ágazaton tanuló diákok fontos ismeretekre tehetnek szert a számítógépes hálózat kiépítése terén is. Tekintve, hogy a munkaerőpiacon különösen jól konvertálható tudásról van szó, az iskola nagy hangsúlyt fektet a géppark korszerűsítésére. Az úgynevezett Cisco Akadémia idén indult a képzés keretében. Jelenleg egy darab képzés folyik. Az egy darab képzésen belül a tanuló 2 darab Cisco-s eszközön tudják az ismereteiket elsajátítani, illetve egy korszerű nemzetközileg elismert tanúsítványt szereznek. A közlekedési ágazaton közlekedés üzemvitel ellátósok lesznek a diákok a technikusi papír megszerzése után. A végzettség birtokában szállítmányozással, díjszabással és közúti áruszállítással foglalkozhatnak a végzősök. Tehát ezt a szabályt nyilván azért kell alkotni, hogy aki irányt változtat, annak külön elsőbséget ne adjunk. A közlekedési órán a közlekedési szakmacsoportos diákok KRESZ ismereteket sajátíthatnak el a 11. évfolyamon. Már ebben a korban a diákok nagy része már elkezdte a
járművezetői vizsgalettételéhez a tanfolyamot, és nyilván ehhez segít a mi oktatásunk is. A gépész ágazatban két osztály indítását tervezi az iskola. Az egyik a hagyományos gépész szakképesítés, amely gépgyártás technikusként távozhatnak tőlünk a diákok, és azt tudom mondani, hogy ez az az autentikus gépész oktatás, amely igazából gyártással, tehát a Ketkemese által álmodott és megtervezett alkatrészek, gyártmányok legyártásával foglalkozik. Ennek a csúcsa talán a CNC vezérelt gépeknek az ismerete és ezek eszközök tudásanyagának az elsajátítása. Hát akkor az érték erszer koszinusz fi és az y. A tantárgy a természettudományos ismeretekre, elsősorban a matematikára és a fizikára épít, de a térlátás, mint adottság is fontos lehet a diákok szempontjából. Előtte alapozó tantárgyak vannak természetesen, de a forgácsolási ismeretek, anyagismeret, rajz, gépelemek ismerete, és arra épül, mint szintetizáló tantárgy, tehát az ott tanult ismereteket próbálják összehozni, és annak segítségével adaptálni gyakorlatban. Régóta dolgozgattam ugye apukámmal műhelyben, ilyen kisebb dolgokat csinálgattunk, és megtetszett maga a szak. Szerencsére elég jó helyen végeztem, így felvételikor, és rögtön felvettek. Rengeteg szakmai tapasztalatot szereztem már, mert voltak külső nyelvgyakorlataink is, ahol ugye cégekhez mehettünk ki, hogy megtanuljuk, hogy igazából milyen is egy cégnél dolgozni, meg mivel már 5. éven vagyok, ezért már megvan az érettségi is, és most szerezzük majd a technikusi bizonyítványt, amivel egy gépgyártás technológiai technikusi végzettséget kapunk. Ez pedig már az iskola tanműhelye, ahol főleg a gépészet ágazatban tanuló diákok, de az informatikai ágazat hallgatói is gyakran megfordulnak. A gyakorlat során kézi forgácsolást, gépi forgácsolást és a CNC kabinetben a CNC gépek programozását, kezelését sajátíthatják el a tanulók. Hármas csoportba szoktuk a gyerekeket bontani, így egyrészt a kollégák is könnyebben tudják őket felügyelni, másrészt így a gépparkokból, a gépparkot tekintve is egyenletesen tudjuk terhelni a tanműhelyt. De Esztergom gépeken is tudnak így dolgozni, gépi, hagyományos forgácsológépeken és a lakatos műhelyben a kézi forgácsos így párhuzamosan három csoportba tudnak tevékenykedni. Általánosan azt tapasztalható itt a gyerekek körében, hogy nagyon várják azokat az órákat, amikor lekerülnek a tanműhelybe. Ugye most már az új, legújabb kerettantervek szerint egészen 9. koruktól minden héten vannak lent a tanműhelybe. Ezeket a gyakorlati órákat kifejezetten szeretik. Itt sokkal közelebbről látják, érzik azt, amiről a tanórákon beszélünk, és így sokkal könnyebben el tudják sajátítani az elméleti tananyagot is. A gépész ágazathoz tartozó másik osztály egy nyelvi előkészítős osztály, mely a 0. évfolyamban rögzíti az idegen nyelvi alapokat. Az idei évben indítottuk először útjára, és a következő évben is meghirdetjük ezt a képzést. Gyakorlatilag az angol nyelv ismeretére és annak elsajátítására fektetjük a legnagyobb hangsúlyt. 18 órában tanulnak a diákok nálunk ezen képzési forma keretében angolul, és természetesen ez emellett még matematikát, magyar nyelv és irodalmat, testnevést és informatikát tanulnak a diákok. Itt a cél kimondottan a középfokú, illetve később évben, aki úgy kívánja, a felsőfokú nyelvvizsga letétele, illetve nagyon szeretnék, hogyha minél többek emelt szinten végeznék az érettségi vizsgájukat angol nyelvből. What are these? Stairs. Mondd ki velem, stairs. Stairs. Mondjad megint, stairs. Just repeat it, stairs. How many stairs can you say? Én elsősorban a nyelv miatt választottam ezt a szakot, de a mechatronika is nagyon érdekel, és ebben szeretnék elhelyezkedni. Egy jó részük már általános iskolában is tanulta az angolt. Egy néhány gyerek németes előzetes tudással jött. Nagyon sokan 1-2-3-4 órában tanulták általánosban, ezért kezdő és haladó csoportokra bontjuk őket. A nyelvi előkészítőn résztvevő fiatalok utóbb a vezérlés technikai ismereteket veszik fel fő tantárgyként. A pneumatikai laborban irányítás technikai kapcsolásokat modelleznek. A
a vezérlés technikának a része a pneumatikus irányítás technika, ahol sűrített levegővel működtetnek különféle munkahengereket, különféle folyamatokat. Tehát a munkahengereken keresztül történő energiaátadásnak a folyamatát tudják modellezni a diákok. Ahhoz, hogy én ide ebbe az iskolába jöjjek, igazából nem tudtam ezt még, hogy én ide szeretnék jönni, mert én még 8. végén kémia szakon szerettem volna tanulni. De aztán megnéztem az interneten egy videót arról, hogy végig is mit csinál a gépész. És amikor megláttam, akkor ráeszméltem, hogy én ezt szeretném csinálni, mert van egy szépsége annak, amikor egy nyers vasdarabból, vagy éppen bármi más anyagból egy alkatrész jön létre az ember kezei között. Én úgy gondolom, hogy a mai munkaerőpiacon nagyon nagy a kereslet azon szakemberekre, akiket mi kiengedünk az iskola falai közül, ugyanis az elmúlt évek a tapasztalatai azt mutatják, hogy már nem a mi diákjaink mennek és céget keresnek, hanem nagyon sok olyan cég, amely direkt gépészeket, szállítmányozókat, illetve CAD/CAM informatikusokat keresnek, azok megjelennek nálunk, és toborzásokat végeznek, ugyanígy tettek tavaly évben is. Hál' Istennek azt tudom mondani, hogy a diákjainknak a döntő többsége az talál munkát. Több olyan cég is van, amely a tovább tanulását is támogatja a kiszemelt diákoknak. Ezt viszont csak megfelelő tanulmányi eredménnyel, elszántsággal és szorgalommal lehet elérni. De milyen a diák élet az iskolában? Vajon jut-e idő az ismerkedésre, a csapat és osztályépítésre? Az iskolánkban a diák élet már gyakorlatilag 9. osztály előtt mondható, hogy elkezdődik, hiszen minden évben augusztus végén, utolsó hetében elviszük a leendő 9-es tanulókat egy úgynevezett gólyatáborba, a Milléri Szabadidőparkba, ahol gyakorlatilag már az iskola kezdés előtt adunk egy lehetőséget számukra, hogy összetudjanak kovácsolódni. Ezen a napon különböző vicces, játékos programokon vesznek részt. Mindez azt segíti elő, hogy ugye már úgy tudjak iskolába jönni, hogy ismerik egymást, jó barátságokat tudnak kötni. A 9-esekkel kapcsolatban folytatódik a tanév elején ez a programsorozat, hiszen ugye érintettek lesznek majd egy gólya avatón, nagyjából szeptember-október környékén szokott megvalósulni. Ezen a gólya avató alkalmával ugye a diákok szintén egy mókás, vicces hangvételű programon vesztek részt, ami elősegíti azt, hogy hivatalosan is igazi gépiparisát tudjuk őket minősíteni. Gépiparisnak lenni nagyon jó, jendrásnak lenni nagyon jó. Az iskola vezetése, illetve a tanáraink mindenképp arra törekednek, hogy azon belül ugye nem mindenki szeret tanulni, de azért ez is nagyon fontos, hogy a tanuláson kívüli időt, amit itt az iskolába töltsünk, azt úgy töltsük el, hogy az izgalmas legyen, gondolok itt a sportnapokra, a szakmai kilándulásokra, tehát hogy érdekesen fogjuk fel ezt a szakmai dolgot, illetve a rendes tantárgyainkat is. Elsősorban műszaki beállítottsága, reáltantárgyak iránt elkötelezett és reáltantárgyakat szerető diákokat várjuk ide az iskolában. Nyilván vannak olyanok is, akik nem maradnak a pályán, elhagyják a pályát, de ez elenyésző, hiszen biztos megélhetés jelent számukra az iskolában megszerzett tudás és képesítés. Bejutni nyilván a hozott pontok alapján, tehát az általános iskolából hozott pontok alapján, az érettségi, kötelező érettségi tantárgyak, illetve a fizika érdemélyeket számoljuk, valamint a központi írásban szerzett pontok, az adnak egy összesen 200 pontos értékelési rendszert, ami alapján nyilván a legjobbak fognak bekerülni iskolánkba.